Jó estét kívánok! Marti Barna vagyok. Én tartom ma a bevezetőt. Nem tudom miért, azt sem tudom, hogy mit. De hát végül is egy bevezetőt tartok egy bevezetőhöz. Mert a dharma beszéd is egy bevezető. A meditáció is egy bevezető. Folyamatos bevezetők vannak, állítólag az útnak nincs is vége. De hát ezt a bevezetőkből sejthetjük. Dokhészonim külön kérésére a beszédemben nem lesz benne a pina. De ha azt kérte volna, hogy legyen benne, ugyanezt mondtam volna, csak fordítva. Ez ugye a zen. Minden és semmi egyszerre. Persze én nem fogom elmondani itt, hogy mi a zen, csak megpróbálok bevezetni valamit, hogy nekem mi az. És úgy nekem, hogy az az én, az a nagy én legyen, de úgy kicsibe. Mert hogy pontosan azt keressük, ami keres. Vagyis keresünk valamit, ami keres valamit, ami keres valamit, ami keres valamit, infinitezimálisan, ugye, mint a sujektum. És hát keressük azt, hogy hogy, hogy mi ez az egész. És ez nem az első tíznapos elvonulás, ami részt veszek, és valószínűleg nem is az utolsó, és nem tudom, hogy miért jövök folyamatosan vissza. Mert ahogy ezt talán már elmondtam, de hogyha nem mondtam el, akkor csak megerősíteni tudom, hogy ha leülnének a vallások egy pókerasztalhoz, akkor biztos, hogy a zen győzne. Mégpedig azért, mert nem akar nyerni, és nem is ígér semmit maximális tétet tesz fel, úgyhogy tulajdonképpen semmit sem tesz az asztalra. És nem ígér semmit. Tehát nem mondja azt, hogy ez lesz, meg az lesz, meg az lesz. Körülbelül olyan, mint amikor egyszer gimnazista koromban elmentünk kirándulni. És volt egy nagy fonott korsó. És mindenki, elfogyott az összes pia, alkoholtartalmú, és mindenki azt hitte, hogy abban a korsóban bor van. És ültünk a tábortűz körül. És mindenki azt hitte, hogy abban a korsóban bor van, de a többiek nem árulják el neki, hogy bor van benne, és ezért mindenki meghúzta. Aztán mindenki mondta, hogy hm, ebben tényleg csak víz van, de a következő még mindig nem hitte el. És így körbejárt a korsó, még mindenki elhitte, hogy, hogy, hogy tényleg nincs semmi. És valahol a zent néha ilyennek érzem, hogy, hogy de hát mi nem ígértünk semmit. Minden vallás egy blöff, de a zen az még egy blöffedikre emeli ezt a blöffet. Mert nem azt mondja, hogy én jobb vagyok mindenkinél, azt mondja, hogy gyere csak ülj le, és, 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 győződj meg róla, hogy tényleg semmi különös nincs az egészben. És még nem láttam meg ezt a dolgot, hogy ez az egyszerű teljességet, de talán ezért járok vissza újra és újra, hogy, hogy, hogy ezt a dolgot így, aminek néha így megütött a szele. Azt, azt, megtaláljam. Persze, amíg nagyon meg akarom találni, addig nem fogom megtalálni. És még egy olyasmi ütött meg egyszer talán a téli intenzív héten, éppen nagyon rosszul voltam valamiért, ami néha előfordul. Egy kis kitérő, amikor elvonulás után megkérik, hogy na milyen volt, komolyan Nem tudom, tíz napig nem ittam és nem cigiztem, ez már jó de egyébként meg, hogy pontosan milyen volt, hát néha fenn, néha len. Na és nagyon rosszul éreztem magam, és, és, egyszer csak ezt az egészet valami elfúvintotta, és azt éreztem, hogy, hogy ez a tér, ez az, ami, ez az, ami számít. És akkor befúrta magát, hogy mit terem, a darma terem. És ez az én terem. És hogy ez viccesnek is hangzik egyszerre, ugyanakkor meg abban, hogy terem valami a fán, és az is, hogy terem, mint az én terem, és az, hogy tér, és az, hogy megtérít, hogy térít, hogy térré változtat, az tulajdonképpen a térnek allokált tulajdonsága, hogy valamiből, ami a tér, valamit csinál, ami egy énség, egy partikuláris valami lesz. És ez, ennek úgy örültem, és ezt a hétköznapi életben is használni tudtam néha, és szeretném, hogyha ezt, ezeket az átjárhatóságokat jobban megtalálnám. Bár ez inkább arra vaj, hogy inkább a mágia érdekel, mint a zen, de az ennek ugye az egyik fokánál az is ott van, talán elkerülhetetlen. Nem tudom, hogy ezzel vezettem ebbe valamit, nem tudom, hogy ezzel bárki bármit tud-e kezdeni, de ez a párbeszéd az, ez a folyamatos kártyázás, ami szépé teszi az egészet, és lehet élvezni azt a játékot talán, annélkül, hogy nyerni akarnánk. És ha igazán megtaláljuk azt, ami játszódik, ami játszik, amitől egy játék élvezetes lesz, akkor talán nem fogjuk olyan nehezen venni azt a játszma véget sem, amit olyan szépen leírt beket az endgame-ben, vagy a játszma végében, amikor már tényleg nincs semmi, amikor sivatagok vannak, amikor Beethoven utolsó művei már csak néhány hangból állnak, ahogy hangos Béla leírja, és csak akkor fogjuk megérteni, amikor már mi is öregek leszünk. Hát voltak éppen, a zen nem mondja, hogy gyakorolja, meg különben meghalsz. Azt mondja, hogy ha nem gyakorolsz, akkor is meghalsz, ha gyakorolsz, akkor is meghalsz, de nem mindegy, hogy hogyan. És nem mindegy, hogy mit viszel tovább. És engem igazán érdekel, hogy mit lehet tovább innen, mert valószínűleg nem az üveg szíva pálinkát, és nem az összegyűjtött pénzt. És az a minőség, ami bár nagyon lassan épül, mondhatnám, hogy tulajdonképpen a zen egy rakás szar de ha sokat, sokat dédelgetjük, akkor előbb-utóbb egy szép illatos cseresznyefa kivirágozhat belőle, és akkor most ez jó vagy rossz, cseresznyefa és szar, azonos vagy különböző. Na kérem szépen, ezt a zen pálinka főzdét próbálom itt magamévá tenni, hogy a saját gondolataim és karmám cefréjéből ezt a spiritus lepároljam. És mindenkinek sok sikert kívánok ahhoz, hogyha bár hasonló algoritmussal, vagy metaforákkal, vagy különbözőkkel, vagy kicsit különbözőkkel, vagy teljesen különbözőkkel, vagy teljesen hasonlókkal, de sok sikert kívánok, és aki elérte, az szóljon, is esélyt. Köszönöm szépen!